Úthálózat fejlesztése, ipari park bővítése, egyetemi kampusz, anélé és szolgálati lakások építése és számos nagyszabású városrendezési terv is szerepel a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat távolabbi projektjei között. A városközpontban is történnek majd látványos változások. Évek óta terítéken van a Sepsiszentgyörgyi piac és környékének városrendezési terve. Vásárcsarnokot, inkubátorházat, zöldövezetet és parkolóházat építetne ide az önkormányzat. Az első lépések már 2 évvel ezelőtt megkezdődtek, amikor a helyi közlekedési vállalat székhelyét a városhoz tartozó ipari parkba költöztették. A legutóbbi önkormányzati tanácsülésen megint szóba került ennek a városnéztek a rendezése is, amikor erre a 4837 négyzetméteres magánterületre egy helyi vállalkozó 10 emeletes szálloda építését kérvényezte. Bár a közeli bíróság épülete kimagaslik a környező házak közül, az önkormányzat hatáskörén kívül épült. A 4 emeletes tömbházak közé csak ugyanilyen magasságú építmény felhúzását engedélyezte a helyi tanács. De nem csak felfelé próbál terjeszkedni Sepsiszentgyörgy, Sugárfürdő irányában is látványos változások várhatók. Kialakult egy olyan övezet, ami annak is köszönhető, hogy az önkormányzatot kezdte el ezt a gyerekhaza programját, felajánlva telkeket fiataloknak, akik haza szeretnének települni, és típus terveket ezeknek a házaknak a felépítésére. Ott az továbbra is zajlik az a fejlesztés, sőt annak a meghosszabbításaként Sugárfürdő fele szolgálati lakásokat, ilyen 1 emeletes szolgálati lakásokat kívánunk építeni, annak a rendezési terve is készül. Itt az út másik felére is adtak elvi beleegyezést magánházak építésére. Hogy a város széltében látványosan bővül, ez nem a lakosság számának növekedése miatt alakul így. Aki eddig tömbházlakásból kertesházba költözött, az a közeli településeken keresett magának új otthont. Ez a közelmúltban megváltozott, amikor Sepsiszentgyörgy Erdőhöz közeli területein is új utcák létesültek.